Az 1956-os magyar forradalom a fővárosban robbant ki, de hamar átterjedt vidékre is. Kevesen tudjuk, hogy a határokon túli magyarság körében is nagyon sokan rokon szenveztek a forradalommal. Különösen is érvényes ez Erdélyre. Mivel sorozatunkban a forradalom és az egyházak kapcsolatát vizsgáljuk, az erdélyi eseményeket is lelkészek és teológus hallgatók sorsán keresztül kívánjuk megismerni. A kolozsvári protestáns teológián tanulók közül sokan súlyos börtönéveket szenvedtek a budapesti eseményekkel kapcsolatos rokon szemük miatt. Az egész egy ártalmatlannak indult, Béla napi együttléttel kezdődött. este fele ellátogattunk itt a főtéri vendéglőbe, ami akkor még magyar vendéglő volt, magyar muzsikus volt, és szépen ünnepelgettünk Béla napjot. Közben megérkeztek úgy záróra előtt valami kevéssel a Debreceni Kossuth Lajos Egyetem diákságának egy művész csoportja, akik valami kulturális műsort mutattak be a Bolyai Egyetemen, és mikor befejezték a előadást, akkor átjöttek oda, egy mellettünk lévő üres asztalhoz letelepedtek. mondtam, hogy a pénztárcáját kitette az asztalra, Na, no, mondom, ez csak magyarországi lehet, mert itteni nem mernék kitenni a pénztárcát. Akkor a pincért megkérdeztük, megkértük, hogy kérdezze meg kik, magyar diák, magyar diák, na gyertek az asztalunkhoz, összetoltunk ott két asztalt, és beszélgettünk. Egészen a ameddig nem jött el a záróra, nem pakolták ki a szűrünket, és akkor hazajöttünk ide a teológia internátusába, gazdagodva egy pár üveg borral, akkor aztán beszélgettünk, és hogy folyt Fogyott az üvegnek a tartalma, úgy nőtt a, a, a kedvünk is, előkerültek a úgynevezett sovinista, nacionalista, mindennek elkeresztelt nóták, főleg a magyar himnusz, a székely himnusz, a kraszna horka, büszke vára, és egyebek. Ugye mi evangélikus teológusok voltunk, hát azt kérdezték, és arról meséltünk, hogy mi van az egyházban, hányan tartoznak, hányan nem tartoznak. Nem tudtuk akkor, hogy milyen súlyos titkokat árulunk mi el külföldi állampolgároknak. Aztán persze arról is beszéltünk, természetesen, és főleg a vád hangsúlyozta, hogy Erdélynek természetes módon Magyarországhoz kell tartoznia. És akkor aztán jött a. A töltelék, ugye, hogy ellenséges hangnemben beszéltünk a demokratikus rendszer vívmányairól, ez volt egy olyan előzmény, amiről fel se tételeztük, jó, nem is tudhattuk, hogy mi következik 56-ban, de az 56 az felébresztett bennünket, megrázott bennünket. Akkor kincses Kolozsvárt laktunk, nem a Klúzs napokába, nem voltak ezek a betons házak, hanem kis házikók kertel, éjjeli zenét adtunk, kórussal, hegedűvel, ahogy lehetett. 56-ban minden ablak nyitva volt, mindenütt a Kossuth rádiót. Megjegyeztük a áriát, megjegyeztük a rabok kórusát a nabukkóból. Hát ki nem lelkesedett akkor? És ki nem beszélt akkor erről? Ebben az épületben eh, akkor tartotta a lelkészi karunk az Egyetemes Lelkészi értekezletét, és akkor jött váratlanul ez a hír az rádióból, hogy na, no, este történik valami és hát én voltam a hogy a mozgatható ember hogy folyt az életem is lelkész értekezet és mentem fel a úr, Argai úrnak a lakására és figyeltem a rádió, és közben jöttem le és közöltem a társasággal, hogy hát mi is történik tulajdonképpen mindenki eufóriában volt és el volt a, hogy Istenünk, hál' Istennek vége lesz ennek a vörös uralomnak és ezzel a, a hatása jöttem én is le, és akkor féltek ide a teológusok, és tárgyaltunk mi is, hogy hát mi is ebben a kérdésben mit tudnánk tenni. Mi a magunk részéről állásfoglaltunk, foglaltunk, mégpedig két tanárunk ellen, akik kell, főleg nekem elmondhatom, mert én voltam az első, mondjuk, ivadék, mondjuk a teológusok közül, mint fiú, és állandó vitába voltam én, ha bár ezt nem is én fogalmaztam meg csupán, de tegintett arról én voltam az idősebb, már ugye végzett, és akkor elsőnek én, én írtam alá. Mindenki együtt érzett, mindenki el volt keseredve, és így próbálták, de ezt mindenki úgy próbálta kimutatni az egyetér, hogy együtt érez a forradalommal. Hát, amikor a fekete szallagot viseltünk, nem volt olyan reggeli áhítat, esti áhítat, hogy az imádkozás értjük. ne lett volna. A legszomorúbb volt a november 4-e, éppen Isten tiszteletre készültünk, úgy emlékszem. És a két híres tanárunk, de főleg lengyel, megjegyezte azt, na, a ti híres magyarjaitok újra zendülést tartanak. De megtorolták őket. Hát ez egy olyan keserű volt, amikor az oroszok bevanultak és megtorolták. Nem sok közünk volt 56-hoz. Annyi, hogy lelkesedtünk, annyi, hogy beszéltünk, Énekeltünk a temetőbe, és az elesettek emlékére gyászszalagot viseltünk. Na, ezzel telt múlt az idő egészen addig, ameddig úgy látta a román hatalom, hogy most már ideje volna egy erőszakosabb lépésre, és akkor megkezdődtek ezek a mondva csinált politikai perek, hívtak be egyenként, aztán behívtak és nem engedtek ki. Engem január 21-én tartóztattak le. Az első házassági évfordulót szerettük volna megünnepelni, mikor ránk törtek. Elképzelhetik, hogy mit jelent, amikor egy magyar családba betör, és azt mondja, hogy most nem beszélhetnek egymással, és velünk is, és egymással is csak románul. Hát románul csak akkor beszéltünk, ha kapunk kimentünk, és ha nagyon muszáj volt. Természetes magyar város volt, Kolozsvár, hát magyarul beszéltünk. Na, aztán rámoltak, összeszedték, amiről úgy gondolták, hogy ez terhelő bizonyíték lesz, és örömmel fedezték fel Mikes Kelemen törökországi leveleit, akkor Törökországgal nem voltunk valami jó viszonyba, külfölddel leveleztünk, ugye, és nagy boldogan elvitték ezeket, sajnos engem is. Mondták, hogy nem kell oda nagy dolgot, tehát egy inget, egy pizsamát tegyenek azért be. Hívtak egy luxuskocsit abba be, tettek, belöktek egy cellába, most is magam előtt látom a cellát, a plafonon egy, egy villanykörte lógott, egy árva dróton, az éjjel-nappal éget. Ahogy bementem balra, volt egy üres vaságy, de az is úgy volt kitalálva, hogy nem tudtál kényelmesen ülni rajta, mert a fém az nagyon vágott. A másik oldalon két ágy volt, egymás felett. A felső ágyon horkolt egy öreg román paraszt, Alatta pedig egy ö, magyar, megérdemli a nevét, hogy elmondjam, nagy Bitang, Boros Bélárnak hívták, valami motorversenyző volt, aki először kérdezte meg tőlem, mikor nagy ilyetten oda bekerültem, hogy maga tudja, miért van itt. Én mondom, nem tudom. Na, megmondom én magának. És akkor kezdte, hogy mit is énekelgettünk, mit is mit beszéltünk, és mit csináltunk, és kezdett ö, kérdezni közbe felrázta a horkoló román parasztot, és azt mondta neki, hogy itt volt az őr. És azt mondta, ha még egyszer horkol, magát hónap reggel kivégzik. Szegény öreg úgy megyett, hogy egész éjszaka nem merte lehújni a szemét. Tíz napot voltam ott, most talán nevetségesnek tűnik, vagy el se hiheti az ember, hogy amikor program volt, amikor kimehettünk a dolgunkat végezni, akkor mindenki feltette a fekete motoros szemüvegét, aki előment, az kezébe vette a bilit, a többiek így a vállára tettük a kezünket, és aztán az elsőt vezette a vécéig, de alig értünk be, már ordított, hogy és a gyere ki onnan. Már azt se tudtam, a gyomrom nem úgy ment, ahogy én harancsoltam, hanem elég kínos és bajos volt. Ha kiengedtek naponta fél órát sétálni ilyen, Tetején zárt, rácsos kis udvarokba sétáltunk, és középen állt az őr. Mondom, nem tartottak sokáig, hanem kiszedtek onnan, és átvittek a kolozsvári törvényszéki fogdába. Ott aztán viszont tartottak és ötször halasztották el a tárgyalásunkat. Este kilenc órakor jöttek látogatni, de én már tudtam, hogy mi a helyzet, hogy sor kerül, mert előtte már elvitték a legelső Gödőolai utána a Bibó Laci, azután Török István, egyszerre vitték el Mózes-t Antallal, és még Minket, kettőnket vitte el legkésőbb Kisbélába. Tehát mi minden nap számítottunk arra, hogy mikor tartoztatnak le. Én éppen a, a szobatársammal, egy harmadéves teológus volt, aki nem végezte lesz Gióska. vele héberesztünk. És kopogtattak, mondták, hogy keresnek, én már tudtam, hogy mi a helyzet. hova vittek? Szekuritátőra. Bántottak? Amennyi én talán azt hiszem a, az egész közül én kaptam a legtöbb verést. Miért? Azért, mert rajtam múlt nagyon sok minden, tehát tőlem érdeklődtek a Mózes, Mózes, iránt és Dani Péter iránt, aki Dani Péter volt a második, tehát ő volt, úgy vették, hogy ő az értelmi irányítója mindennek. Én kaptam a legkevesebbet hat évet, de amikor az első, először kivittek az első tárgyalásra, hát akkor mindegyikre 20-25 vagy élet vagy kért az ügyész hogy miért enyhült meg, mert mikor már a később voltak a tárgyalások, már többet nem voltunk hazárulók, már akkor ez megszűnt. Engem különösképpen a, a, az aprési, a Kossuth Egyetemi találkozóval kapcsolatosan vallattak, mert ezt ők ö, hazárulásnak tekintették. Tekintettel arra, hogy a, én a saját hazám, Belső dolgairól. Legyen az politikai, vagy bármelyik más, másfajta kérdés, beszéltem idegen állampolgárok előtt, ez hazárulás. És abban az időben az volt a, az eljárás, mondjuk így, hogy a fővádlatokat ilyenkor hivatalba halára ítélték. Másfél éves voltak is volt fiam. És annyit megtettek, hogy Házkutatás után Brasúr felé jövet, behozták feleségemet és letették Földváron a gyerekkel együtt, hogy hitt végre hazamehessen a szüleihez. Személyesen nem tudta találkozni akkor már? Többet nem találkoztunk. Találkoztunk a, a szünetbe, a titkos tárgyalás alatt volt egy szünet. Annyit megértek, hogy éppen őt és apámat megnézhettem. Annyi, annyi, volt az egész. Kisfiút nem? Kisfiút nem. Én teljesen el voltam készülve a halálra. Szóval annyi volt, hogy egy vigaszon volt, hogy van egy fiam, és annak sose kell szégyelje magát, hogy az, az apja miatt, hogy az apját miért végezték ki. Kivittek a Duna-deltába olyan szeptember körül, szeptember végetáján, és akkor ott voltam végig a duna öt ötesztendők keresztül, és pekhem az volt, hogy egészséges voltam, és mindig a Dandárdigádban voltam, és állandóan dolgoztam. Ahány munkatelep létezett a Duna-deltában, én mindegyike voltam. Mindegyikem voltam kezdtük a gátépítés, lecsapolás, akkor öntöző csatornák képítése, nádvágás, minden munkában. És plusz volt egy a Zsiron nevi hajó, arra szállásoltak be minket, és azt vontatták egyik munkatelepről a, a másikra, és a Dunán laktunk. Amikor a nádat vágtuk, akkor mindig a hajón laktunk. Rájöttem arra, hogy ezek a, az atyafiak ott nem tudnak magyarul. És amikor oda jutottunk három év után, hogy néha-néha adtak egy ilyen levelezőlapot és kérhettünk csomagot, akkor én, én megcsináltam azt a azt, hogy azt hogy odaírtam, hogy románul természetesen, hogy kedves feleségem, ugye, és zsírba levél. Nagy betűvel. És kisfiam zsírba levél. Ez úgy kopilásul jó, zsírba levél. Gyere, fiam, Édesapám már elfelejtette a nevemet is. És hogy a feleségem ezzel kapcsolt. Az volt az első hír, amit tulajdonképpen mi ott bent kaptunk. És feleségem nagyon ügyesen írt egy ilyen hosszú levelet, de szépen az úgy becsomagolva, és egy ilyen kolbász darabba, amit be, ilyen besütve zsírral betette, és aztán azt megkaptuk, és az első hét akkor kaptuk. Mennyiben tudtak ott a lelkészek, lelkészek maradni? Lehetett-e imádkozni, Isten tiszteletet tartani? Lehetett, lehetett, csak az elején nagyon nehéz volt, Megtanultuk a teológián, hogy mik a lelkésznek a kötelességei, és többek között az is, amit Ézsaiás így fogalmazott meg, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok az én népemet. De amikor bedobtak a mély vízbe, amikor előjöttek egy édesanyám mellől, várandós feleségemmel mellől, kiemeltek a családból, és bezudítottak egy vad idegen környezetbe, ahol az ember megismerte az embertársát úgy, amilyen volt valójában, és nem úgy, ahogy a ruhában látta az ember. És szerencsénkre voltak ott olyan emberek, felekezet nélkül volt ott katolikus, református, unitárius, minden, akik, akik segítettek egy kicsit az ilyen elkókat pillanatainkban mellénk állni, és annyira erőt adni, hogy a végén aztán Isten tiszteleteket tartottunk, karácsonyi Isten tiszteletet tartottunk. Én itt a gyerekekkel annyiszor elmondtam a Lukács kettőből, a Krisztus születését, hogy én azt kívülről elmondtam, és akkor egy fágat vágott a szemveres karcsi, és azt diszítgettük fel ott a hajófenekén, akkor éppen ott voltunk, és ott ünnepeltük a, a karácsonyt. De urvacsorát biztos nem tudtak venni. Urvacsorát is adtunk, mert a kenyérből lespóroltuk mindenikünknek a kenyeréből és aztán egy különös erjesztési móddal, ennek Vereskarcsi volt a mestere, ebből a töklek várt tett félre, ez egy ilyen marmelejt, vagy minek nevezze, és az egy időn túl megerjedt. És akkor annak a levével, meg fekete kávénak nevezett zatszal, Adtuk, Akkor is azt mondtuk, mindegy, hogy az embernek sapka van a fején, vagy kalap van a fején, a lényeg az, hogy köszönjön. Adták és adták tovább, a... hogy Krisztus teste, Krisztus így vére. Így adtuk, és az unitárius is szépen elvette. Előadásokat is uh, sikerült tartani, nem nekünk, hanem mondjuk a professzorunk, például Erdő Jánostól a teológia nem tanított a filozófiát, őtől hallottuk legelőször az úgynevezett filozófia aranykorát, hogy Plátó Aristoteles és a többiek, és ezeket mind, és ő orákot adott nekünk. Hogyan történt a szabadulás? Éppen Lucio a rizs földeket készítettük elé, és ott honnan jött a szabadulás. Amikor megszabadultam, 41 kg voltam minden estén. És amikor bevonultam, 76 voltam általában. 70-en felé voltam mindig. Nagyon, nagyon sovány voltam, de megtörve soha nem voltam. Sokszor megtörtént az, hogy követtek -e. A mikor a munkából kijöttem, követtek egészen a lakást. Meddig tartott ez, hogy követtek? Hát ez sokáig tartott nekem, mert azután, ahogy lelkész lettem ott, aztán majdnem minden héten jöttek. Be akartak szervezni, és én megjegyeztem nekik, hogy én majdnem hat évet a belügyet szolgáltam. Tehát még egyszer nem szolgálom. So, volt, aki próbált erőszakosan, másik meg észrevet, hogy nem lehet. A legszomorúbb a dolog az, hogy volt olyan, hogy a börtön megjárta, és mégis, miután kiszabadult, szolgálatuk vált. Ez a legszomorúbb. Vagy bent, bent a nyomorúságos helyzetben, mindenki el volt ítélve már, és akkor besúgó lett, sajnos. Én úgy érzem, hogy bármenyen keserű, bármilyen szomorú volt, ez hasztubra vált. Azóta én másképpen tudtam a szószékre lépni. Én addig nem tudtam, mi az éjség, nem tudtam, mi a nyomorúság, nem tudtam, mi a hideg, a fázás, és nem ismertem az embereket úgy mesztelen, valóságokban meg, ugyan megismertem. Akkor késő este merészkedtem haza édesanyámhoz, és amikor meglátott, csak annyi időm volt, hogy elkapja, mert szegény összeesett volna. És akkor láttam először a kis szöszi leányomat liányomat egy ilyen kis papír suskával, ott benne valami csokoládé. Nézett engem, én néztem őt, azt sem tudtam tényleg, hogy mit csinál. Utána két évig eveztem a, a sétatéri tavon, és vittem mindenhova, hogy elfogadjon. És Dobri megmondta, hogy ez így lesz. Így lesz, nem fog elfogadni Eliányod, mert ő eddig édesanyjával aludt, most beteszik a kicsi ágyba. És egy polgár, akiről azt mondják, hogy az apja, az fekszik az édesanyja. Mellé. És ez tényleg így volt hosszú idő, majdnem két év telt el, ameddig valahogy összebarátkoztunk. Gyakran álmodom, és a nehéz, és amiben beleizadok, hogy nem tudom eldönteni, hogy még mindig bent vagyok, vagy már megint bevittek. És ez az, ez az örülődés, hogy na most már megint bejutottam, és vagy még mindig ott vagyok, tehát ezek, ezek visszajárnak, kísértenek. Ismerése miatt nekünk tudnunk kell. Tudnunk kell ugyanúgy, ahogy a holokauszt esetében, a gulág esetében, 56 esetében, amikor az emberi méltóságot és igazságot megsértik kegyetlenül, és emberi életeket megkurcolnak, eltipornak, megölnek embereket, akkor ezt, ezt, ezt a világá kell kiáltani, és, és tudni kell az igazságot, az igazság felszabadít és megszabadít a láncoktól, ugyanakkor azért kell megtanítani az következő generációkat arra, hogy mik voltak, hogy ez többé ne tudjon megtörténni. Ugye, hogy nekem apám, nevelő apám, aki szintén 56-os volt Antal László, elmesélte az élményeit, gyerek fejjel hallgattam, akkor még nem igen értettem az egészet, hogy mi miért van, de a történetet magát felfogtam, hogy itt valami volt. A nagyapám, tehát az édesapám apja Adorjáni Dezső is sokat mesélt a fiáról és elmesélte a dolgokat, és papkollegák, Kis Béla, Mózes Árpád többször is meséltek, hogy mik voltak a közös élmények, hogy volt ott, hogy volt a letartóztatás. És én úgy érzem, hogy nekünk kötelességünk gyerekeinknek elmondani. És nem csak gyerekeinknek, általában a fiatal generációnak, hogy ami volt, az hogy volt.